Letartóztatta két embert Észak-Írországban a csütörtök esti halálos lövöldözéssel összefüggésben. Egy 18 és egy 19 éves fiatalembert vettek őrizetbe. Ezt megelőzően közzétette a rendőrség a térfigyelő kamerák felvételét, valamint mobiltelefonnal készült videókat, ezzel segítve a nyomozást. A lakosság segítségét is kérték azért, hogy kiderítsék, kik a felelősek egy fiatal újságírónő haláláért. A második legnagyobb északír városban, Londonderryben egy golyó halálosan megsebesített egy újságírónőt csütörtök este. A nő az ottani zavargásokról tudósított. Az éjszakai incidensért valószínűleg az Új Ira nevű szakadár britellenes katolikus terrorcsoportot terheli a felelősség.